A tavalyi 94. ünnepi könyvhéten debütált júniusban, és azóta is töretlen sikernek örvend Szinyei Dalma Levendula Hercegség című könyve. Az írónő a Jókaimor Városi Könyvtár vendégeként az erkeles diákoknak tartott rendhagyó irodalomórát. Szinyei Dalma meteorológia szakon diplomázott, később a pénzügyi szférában dolgozott, ám az irodalom a szavak szeretete már óvodásként is megérintette. Tavaly, amikor a könyvbemutató volt otthon Siklóson, és siklósi születésű vagyok, akkor olyan szerencsém volt, hogy eljött a tanítónéném is, a tanárnőm is később. Az óvónőm, aki a szavarást indította el bennem, ő már fentről figyel minket, és onnan mosolygott, és megjelent a tanítónőm, hogy az írka-firka betűimmel én 90-ben már verset írtam, és hogy dedikáltam neki, és hogy majd valamikor visszakapom, szóval ez ős. Tehát, hogy a szavarás az óvodával jött, és akkor így mentünk tovább, és a felsőben ott már fogalmazás volt, szavalóversenyek, és akkor a középiskolában ott pedig anyanyelvi versenyek. Az írónő elmondta, a reális énjéből fakadnak a történetek, hisz a Levendula Hercegségnek is van valóság alapja. A valóságban is egy szántóföld volt, ahol valaki gyümölcsfákkal telepített, azok nem érezték annyira jól magukat, de később, most már arborétum jelleget ölt ez az 5 hektáros kert, és a férjemmel mi egy ideig gondoztuk, ápoltuk, és kibontottuk a szépségét, ami az alapok megvoltak, és utána pedig így kelt, tehát hogy az a nyugalom, ami ott volt, a lila virágai a nyugalomnak, előhívták ezt a... Én nagyon sokat fotóztam, és betűképeket, én úgy hívom, hogy betűképeket írtam, fotókönyvet készítettem, abszolút magunknak tájleírásokat, én mindig azt szeretem, és a tájfotózást, és utána az én szereplőim utána jelentek meg, tehát a életre keltek. Tehát van emberi szereplő, van magasságbeli szereplő, tündérek, és vannak még egy érával magasabb szereplő is. 8 évvel ezelőtt kezdtem el írni, és egyre komolyabb lett, és utána kaptam egy illusztrátortársat, egy nagyon kedves barátnőn keresztül, és akkor így elkezdett összeállni a dolog, sokat pihent, sokat csiszoltunk a végén, és így lett, tehát hogy én nem úgy ültem le, hogy én most mesekönyvet írok, hanem írtam, és az meseszerű lett, és a negyedikes osztályos fiúknak azt szoktam mondani, amikor felolvasni megyek, hogy nyugodjon meg mindenki, nem mesét hoztam, hanem mesés történetet, mert ugye azért elég reális az én mesekönyvem, tehát a szereplők beszélnek, de ez a reális énem, meg a tanulmányaim, a meteorológia azért elég erősen visszaköszön, és nagyon nagy kutató munka van mögött, és múltkor valaki írt egy ajánlót róla, és először olvastam vissza, hogy minden sor aprólékosan van, tehát hogy én nagyon odafigyeltem a nyelvtanra, szuper korrektor szerkesztőt találtam, akinek nagyon-nagyon köszönöm a munkáját, és a reális énem az, tehát, hogy az nagyon erősen visszaköszönt, hogy amit leírok, az exakt legyen. És akkor utána megjött a művészet, hogy a hullám, tehát, hogy ahogy a meséket felépítettem, hogy mégiscsak egy év legyen, ahogy az évszakok forognak, mégiscsak az érákat felépítettem, hogy a földtől eljutunk a csillagokhoz, akik annyira kedvesek a szívemnek, úgyhogy a kettő így, én úgy gondolom, teljesen egymásra talált. Szinyei Dalma több rendhagyó irodalomórát is tartott a közelmúltban Pápa környékén is. Mint mondta, nagyon sok pozitív visszajelzést kapott. Ez egy álommeló volt. Tehát az, hogy reggel beülök a kis autómba, bekapcsolom a Bartók rádiót, és odaérek, és ott engem várnak szeretettel, és belemegyek, és egy lebegés, és megszűnik a tér, és az idő, és ott vagyunk, és minden egyes gyerekkel tudok valamilyen interakciót létrehozni, mert volt, amikor végigolvastam a mesét, és utána beszélgettünk. Volt, amikor olyan hullámok jöttek, hogy a 6. sornál már kikérdeztem a meséből, és hogy vajon mit gondoltok, és együtt építettük. És ugye én rendhagyó irodalomórákra mentem, és készítettem úravázlatot, és utána, amikor egy kicsit így visszaérkeztünk, akkor igen, elővettem a metaforákat, elővettem, hogy milyen jelzők voltak, mire tudunk asszociálni, volt, hogy énekeltünk, és a mesekönyvnek az egyik oldalán pedig olyan cím van, hogy ihletsorok. Minden egyes meséhez írtam egy kitekintést, illetve számomra inspirációt. Tehát szerepel Petőfi vers, Szabó Lőrinc vers, szerepel Fekete Istvántól a Zsellérek című művéből is egy fél sor, ami hatott rám, de vissza is hatott. Igyekszik minél több ismeretet átadni a gyerekeknek, például a madarakról és a növényekről.
hogy akkor ne csak a mese és ne csak elutazunk, hanem akkor tanulunk szavakat, vagy vittem a madárhatározóimat, az nagyon nagy siker volt. A férjemtől 2 nagyon édes kis nyomtatványt kaptam. Az egyikben pont akkorák a madarak, a fényképeik, van, akinek csak a feje fér oda, mint maga a madár, és együtt kerestük meg a határozóból, elmondták, hogy milyen élményeik vannak, tehát, hogy nem csak irodalomóra volt, hanem talán környezetismeret, vagy az élményeik, és megnyíltak nekem, megnyíltak egymásnak, és utána a visszajelzések szerint ott az órai munkákon így sziporkáztak a piros pontok meg az ötösök, és ami a nagyon nagy nagyon nagy jó érzéssel töltötte, hogy nem mindig tudom, nem mindig a gyerekek ugye nyüzsögnek. És a végén azt vettem észre, hogy aki az elején még csak így el volt, ül, egyenesen csillog a szeme, és mindegyik tudott valahogy, igyekeztem, hogy kapcsolódjon, és a visszajelzések, az oktatói tanári visszajelzések is ez volt. Úgyhogy ez számomra nem mentem sokat térben, de időben és lélekben egyszerűen fantasztikus. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok. Az olvasók türelmetlenül várják a Levendula hercegség további történeteit. Az írónőtől megtudtuk, hogy már úton vannak a mesék, érdemes várni rájuk.